Sziasztok, jó reggelt! Tegnap óta azon gondolkoztam, hogy ezek a szájmaszkok, amiket nem lehet kapni, ugye most mindenki megrohamozta a gyógyszertárakat, meg az üzleteket a szájmaszkok miatt, és meg van olyan, hogy ilyen festő maszkokat tesznek fel, ami aztán tényleg semmit nem szűr. És én gondolkoztam, hogy tulajdonképpen nem létezik, hogy nem lehetne valamiből ilyen szájmaszkot készíteni. És éjjel 3-kor, amikor felkeltem, szomjas voltam, kimentem, és elmentem a porszívó mellett, ami a konyhában van, ez a kis kézi porszívó, és akkor így valahogy kipattant a fejemből az az ötlet, hogy hoppá, hát ott van a HEPA szűrő. A HEPA szűrő az, amivel vannak ilyen drága porszívók is, amiben van HEPA szűrő, azokat szokták használni laboratóriumokba, meg ilyen egészségügyi intézményekbe, a porszívózáshoz éppen azért, mert az ugye kiszűri majdnem mindent a levegőbe, tehát valami 99,97 vagy 98%-ban szűri ki a levegőből a különböző baktériumokat, allergéneket, mindent. Na most ez nagyon egyszerű, az ember elmegy oda, ahol lehet kapni porszívóhoz alkatrészeket, veszünk HEPA filtert. Általában van, hogy ilyen műanyagtokban van, de ezt fel lehet törni. Az ember kiveszi a HEPA filtert belőle, csinál rá két-két lukat a két oldalon, átfűz rajta egy gumit, és már is föl lehet rakni. És akkor tudja az ember azt, hogy 99,97-98%-ban a HEPA filter minden kórokozót és allergén megszűr. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, úgyhogy mi el is fogunk menni, és fogunk ilyet szerezni. Gondolom, hogy a MediaMarktba is lehet kapni, mert ugye ott is van porszívó, tehát biztos, hogy van HEPA filter. Hát ezt az ötletet tudtam nektek adni. Remélem, hogy segíteni fog. Sziasztok!